Ismételten négy belső védő van a klubnál. A Kecskés Ákos és a Jonathan Harris helyére ismét első osztályú játékosok érkeztek. Ez a játékosok fejlődését segíti, mint ahogy az enyémet is, így a versenyhelyzet elég nagy, így a csapatba kerülésre meg kell küzdeni, de úgy gondolom, hogy mindenki megtesz magától mindent, hogy csapatba kerüljön. Úgy gondolom, hogy a tesztek alapján az egyik leggyorsabb játékos voltam, ez nagy előny, hiszen a mi játék stílusunkhoz nagyon szükséges az, hogy egy védő gyors legyen, mivel a támadó focit játszunk, ezért föltoljuk a védekezést, ezért nagy területek vannak mögöttünk, ezeket gyorsan be kell futni, hogy oda beíveli az ellenfél a labdát. Úgy gondolom, hogy ez nagy erősség, hogyha szintén, ahogy mondtam, egy gyors védő van hátul. Elég lesz a felkészülés a bajnoki rajtig, úgy gondolom, mivel hogy most már a frissítő szakaszban vagyunk, játszottunk eddig két mérkőzést, azokon fáradtabbak voltunk, ez az eredményen is látszott már a második mérkőzésen, viszont az elkövetkezendő két mérkőzésen már a taktikai elemeket is gyakorolhatjuk, amiket már az edző kért tőlünk. Én úgy gondolom, hogy a Paks elleni mérkőzésen már top formában leszünk. A Paks után következik a Fradi majd a Videóton. Ott az egy igazi erőfelmérő lesz, mivel a Fradi is, meg a Videóton is Európa Ligát játszik, így össze tudjuk mérni magunkat lényegében egy Európa Ligás csapattal is. Úgy gondolom, hogy hegyt fogunk állni, és meg fogjuk verni mind a két csapatot.